1975-ös kompozíció, nagyon furcsa, szürreális, különféle elemeket egymás mellé soroló kompozíció. Nyilvánvaló itt az elesettek és a megszenvedettek, és itt középen, a centrumban van egy katonafigura. Különös érdekessége a katonának, hogy ő gyerekkorában 1918-ban rajzolt háborús rajzokat, az első világháborús. Valószínűleg mesélések alapján, vagy újságokban látott képek élményei alapján. Ezek az első világháborús rajzai kiállításra kerültek Bécsbe. Egyetlen egy maradt meg belőle, egy halom katona, szögesdrót mögött, halom elesett katona. És a katonák mindegyikén ugyanez a fásis lábvédő van, mint ahogy itt látszik. Ezt az osztrák-magyar hadseregben még használták az első háború alatt, aztán természetesen már soha többet nem. Szabai bármikor katonát rajzol, ugyanilyen módon jeleníti meg a katonát. És a különössége még az e-fajta történeteknek nála, hogy ő megjárta a II. Világháború 1942-ben a Donkanyar haditudósítóként, tehát közvetlen élményei is voltak, lehettek mindenről. Itt van a hallgatnak a Múzsák című képe, hát itt egyértelműen látszik, hogy a veszélyeztetett család, anya és gyereke természetesen. Ugye a veszélyeztetett az mindig vízszintes formában látszik a kompozíció, itt is látjuk. Itt a veszélyeztető, itt a veszélyeztetett. Itt viszont rajzol tulajdonképpen egy olyan pegazust, katonafigurába komponálva, vagy egybe építve, ami megint csak a fenyegetettséget, természetesen a háborút juthatja eszünkbe. Itt egy, megint csak egy miskolci lap, 1980. június 19. Miskolc napocán rajzoltak.